üdvözlöm nézőinket, friss híreket hoztunk, már is kezdünk, de előbb lássuk a fontosabb témákat röviden. Járda épült és új aszfalt került az útra, közösségi térré alakult a detroiti tömbházak környéke. Véget ért a Szárhegyi Művésztelep őszi tábora, kiállítás nyílt pénteken a sok értékes alkotásból. A 100 éves Gyertyúszent Miklósi labdarúgást ünnepelték az idei foci ünnepen. Közösségi teret avattak pénteken Ditróban, a község központjában található 10 tömbház közötti területen aszfaltutat, járdákat alakítottak ki, a jövőben pedig folytatnák a fejlesztést. Járda épült, új aszfalt került az útra, fedett sáncok épültek, átalakult a ditrói tömbházak közötti tér. Ez a beruházásnak a, hát a rendes neve, úgy is mondhatnák, a blokkok közötti tér aszfaltozása. Én nagyon örülök, hiszen a ditrói 10 tömbház környezetét nagyon szépen rendbe tudtuk tenni. És kimondottan külön nagy öröm számomra, hogy ezt a gyerekek a mai napra olyan szépen kirajzolták, kifestették, hogy mikor bejöttem, hát, hogy mondjam, nem lett volna fülem körbefutott volna a szám, ezt szokták mondani. Ennek a projektnek az összeérték 1 millió lej, amely 45%-ban Európai Uniós pénz, 40%-ban Hargita megye tanácsának a hozzájárulása, és 10%-15% gyakorlatilag Ditrókesség önkormányzatának a hozzájárulása. Ebben benne van a teljes aszfaltozás, sáncok, árkok levezetése, és utána kifestés. Mint azt a polgármester elmondta, a beruházás uniós támogatással, valamint a megyei tanács támogatásával valósulhatott meg. Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke azt mondta, örvendetes, hogy a helyiek megfogalmazzák igényeiket, s a polgármester az elvégzendő munkálatokat átfogó összefüggésben látja és tervezi meg. Így tudnak fontos beruházások megvalósulni a nagyközségben. Az alelnök azt kívánta, a hétköznapokban is gyerekek, fiatalok hangjától legyen zajos a kis tér. Az útjavítást követően egyébként további beruházást is tervez itt a községvezetés. A tömbházak hőszigetelése a következő cél. A következő nagy beruházás, amelyre már készülünk, és már több beszélgetésem is volt a tömbház lakókkal, a tömbházak szigetelése. Elvileg tudomásunk szerint 2022-ben el fognak indítani egy tömbházszigeteléses programot községeknek is. Erre készülünk most már. Valamikor pár évvel ezelőtt, amikor még volt ilyen program, akkor már elkészítettünk egy előtanulmányt, csak sajnos leállították, de azt az előtanulmányt folytatva most már, és még volt alakulva akkor a lakószövetség is. Most a lakószövetséget felújítottuk, mindenfélét felújítunk és indítjuk az új projektet jövőbe. Az avatáson a szalagot ezúttal a gyerekek vágták el, akik az egész eseményen fontos szerephez jutottak, hiszen az új aszfalt rajzaiktól vált igazán különlegessé. A román nyelv és irodalom írásbeli vizsgájával kezdődött ma az érettségi vizsga őszi szessziója. Az Oktatási Minisztérium által megszabott menetrend szerint ma román nyelv és irodalomból írásbeliztek a vizsgázók, holnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, szerdán a választott tárgyból mérik fel a tudásukat. Csütörtökön anyanyelvből vizsgáznak a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. A nyelvi és digitális kompetenciák felmérésére idén sem szerveznek szóbeli vizsgát, hanem elismerik a tanulók évközben kapott jegyeit. Ez a folyamat augusztus 23-a és 31-e között zajlik majd. A sikeres vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból. Felszólította a kormánykoalíciót az expertfórum szervezet, hogy a tervezett helyi fejlesztések országos programjának a kidolgozási folyamatát átláthatóvá tegye. A szervezet ugyanakkor úgy véli, hogy a közpénzekre is kihat a Ludovik Orbán és Florin Kucu közötti küzdelem a Penele elnöki tisztségéért. A programot egyébként nem támogatja az USZERE Plusz Szövetség, és ez további feszültségeket eredményezhet a koalícióban. A Kücsú kabinet szerdán tárgyalta első olvasatban azt a kormányrendeletet, amelynek értelmében újabb településfejlesztési programot indítana a kormány. Erre a tervek szerint 50 milliárd lejt különít majd el a kabinet a helyi úthálózat, víz, szennyvíz és gázhálózat kiépítése és korszerűsítése érdekében. Az expertfórum civil szervezet, röviden EFOR, azonban kifogásolja a tervet. A szervezet levelet küldött Florin Kucu miniszterelnöknek, Ludovik Orbán képviselőházi elnöknek, valamint Dán Bárná és Kelemen Hunor kormányfő helyetteseknek.
Ebben úgy fogalmaznak, hogy a helyi infrastrukturális beruházások közvetlen vagy a tartalék alapból történő finanszírozással is a tökéletes melegágyai a haszontalan befektetéseknek és a helyi korrupciónak, és felszólította a kormányt, hogy átláthatóan dolgozzák ki a programot. Az EFOR ugyanakkor azt állítja, hogy a Nemzeti Liberális Párt tisztújító kongresszusa előtt a szemben álló Ludovik Orbán, illetve Florin Kötzsu a klientelizmus csúcsra vívő Törícsánú korszak áldatlan közpénzosztogatásait idéző praktikákkal próbálja elnyerni a polgármesterek támogatását. Az új helyi fejlesztési projektet az Uszéré Plusz Szövetség sem támogatja. Facebook bejegyzésben azt írják, szükség van fejlesztésekre, de nem ilyen jellegű programok révén, amelyek gyakorlatilag a közpénzek politikai alapon történő kidobását jelentik. Erre válaszul a Penele alelnöke Laurencio Leoreanu ugyancsak Facebook bejegyzésben azt írta, szükségszerű helyi fejlesztések országos programjának elindítása, az Uszéré Plusznak pedig már ideje lenne megértenie, hogy már nincs ellenzékben. A kormányt alkotó két nagyobbik párt között amúgy is feszült a viszony, és vélelmezhetően felerősödhet a puskaporos hangulat a projekt kapcsán. Megjelent a hivatalos közlönyben az a két miniszteri rendelet, amely az emberre veszélyes medvékre vonatkozó sürgősségi kormányrendelet alkalmazhatóságát szavatolja. Ez azt jelenti, hogy mostantól hatékonyan el lehet járni a veszélyes medvékkel szemben. A településekre bejáró medvéket három veszélykategóriába sorolják. A kockázat alacsony fokú, ha az állat nem jelent veszélyt emberre, vagyonra, nem nagyon szeret településeken bóklászni, fél az embertől. Ebben az esetben az illetékeseknek az a dolguk, hogy elűzzék a medvét, bántani viszont tilos. Ha az állat nem jelent veszélyt emberre, javakra, de visszajár a településre, és már nem fél az embertől, a jogszabály szerint meg lehet próbálkozni az elűzéssel, de ha nem sikerül, akkor el kell altatni, majd áthelyezni. Amennyiben az állat agresszív, veszélyt jelent emberre, jószágra, javakra, az illetékesek minden további bürokrácia nélkül kilőhetik a nagyvadat. Kijelölték a Sepsiszentgyörgyi terelőút megépítésére kiírt versenytárgyalás nyertesét, amint egy 300 millió lejes projekt megvalósítása várhatóan a jövő év elején kezdődik. Kihirdették a nyertest a Sepsiszentgyörgyöt elkerülő út megépítésre kiírt versenytárgyaláson, közölte a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. A tervezett út kikerüli Szotyort, Kijént és Sepsiszentgyörgyöt, és a város Csíkszereda felüli kijárata a Sepsi Aréna után csatlakozik a jelenlegi országútba. Elekes Róbert, a Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság szóvivője elmondta, a 12 kilométeres terelőút szép mező környékén halad majd, és négy nagyobb útkereszteződést foglal majd magába. A legbonyolultabb munkálat valószínű az a több mint 500 méteres híd lesz, ami ugyancsak fent Sepsiszentgyörgy északi részén, ott valahol a Szentgyörgyi Sportaréna háta mögött lesz egy nagy híd, ami egyszerre fog áthaladni a vasút, illetve az Old folyó fölött. Hozzátette, a telke kisajátításakor figyelembe vették, hogy az egyelőre kétsávosra tervezett utat később négysávosra bővítenék. Az Európai Uniós forrásból épülő terelőút célja, hogy csökkentsék a Sepsiszentgyörgyön és a szomszédos IE falván áthaladó gépkocsi forgalmat. Ezzel növeljék a közlekedés biztonságot ezeken a településeken, és mérséklődjön a légszennyezés. A tervezési határidő 5 hónap, a kivitelezési idő pedig 2 év. Több héten keresztül képzőművészek alkotótábora zajlott Gyergyószárhegyen. Az idei művésztelep őszi tábora lezárult, az alkotásokból kiállítást nyitottak meg hétvégén. A képzőművészeti alkotótábor lezárult, aminek keretében kiállítást megnyitott tartottak az alkotásokból pénteken este Szárhegyen. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ nevében. Nagy öröm számomra, hogy az idén a tavalytól eltérően mindegyik betervezett képzőművész táborokat sikerült megszervezzük. Mi több, az idén egy rezidens programot is indítottunk, és hála jó Istennek, hogy egy igen termékeny nyári táborozási periódusnak vagyunk a végén. A tábor ideje alatt értékes alkotások születtek a képzőművészek munkája által. Ferenc Zoltán művészeti igazgató köszöntötte az egybegyűlteket az eseményen. Szeretném köszönni mindenkinek, aki eljött, hogy itt van.
látom velem szemben Gyula bácsi, de itt vannak a Szentgyörgyiek, Beátái, eljöttek Petivel, Attilával, Hármunkban, szeretném köszönni Csíkszereveljöknek, hogy eljöttek, mindenkinek, Jóskáiknak, hogy átöttetek, mindenki, aki itt van, nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Én a TÁPA koncepciójából nem is mesélnék, hogy ne húzzuk az időt. Én annyit szeretnék, mert hogy itt van a kezemben egy papíros, Varga Fruzsina művészettörténész barátunk. Sajnos ő nem tudott eljönni objektív okok miatt, mert hogy egyedül maradt Szentgyörgyön a város vezetése, de megtette azt, hogy írt nekünk 4 oldalt a munkákról, a táborról, a történetről, stb. A tábor célja az volt, hogy a különböző nemzetiségű és különböző országokból származó képzőművészek Szárhegyen találkozzanak, hiszen új kapcsolatok és barátságok tudnak születni. Több mint egy évtizede rendszeresen megünneplik a gyergyószentmiklósi labdarúgást. Idén nagyobb hangsúlyt kapott az esemény, hiszen éppen 100 éve rúgják a bőrt a városban. A hétvégi foci ünnepen megemlékeztek a régmúlt időkről, és erőt merítettek a jövőre. 1921-ben nevezett be először a Marosvásárhely területi labdarúgó bajnokságba a Gyergyószentmiklósi Atlétika Klub. Azóta jegyzik a labdarúgást a városban hivatalosan. Ennek állítottak emléket hétvégén a stadionban. A Tarisznyás Márton Múzeum jóvoltából régi fényképek segítségével nosztalgiázhattak a centenáriumi foci ünnep résztvevői. Puskás István, a Jövő FC elnöke, az esemény megnyitóján összefoglalta az elmúlt 100 év fontosabb momentumait. Emlékezzünk arra, hogy 1921-ben alakult az első gyergyói klub, az atlétikai klub néve, amely a 100 év alatt többször is nevet cserélt, míg Jövő FC, majd végül a Városi Sportklub lett, amely jelen pillanatban is képviseli a felnőtt labdarúgást. Gyergyői foci Jövő FC Vítorul néven ért el a legnagyobb sikereket. A csúcs a másodosztály volt, amelyet akkoriban B-divíziónak neveztek. Arra a csapatra nem csak mi, hanem az egész város büszke kell legyen, hiszen ez a mi aranycsapatunk. Csergő Tibor András, Gyergyószent Miklós polgármestere is köszöntötte a labdarúgókat. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár régen csak az sportolt, akinek sok szabad ideje volt, manapság úgy a labdarúgás, mint általában a sportolás, fontos része az igényes ember életének. Ezelőtt a sportolás is, így a labdarúgás is, kinek a sportja volt, illetve kik engedhették meg maguknak a labdakergetést, és ha megnézzük, akkor az első korszakban a sportolásra az adta a fejét, akinek szabad ideje volt. Tehát az sportolt, akinek ideje volt. Ma már megváltozott a mentalitás, ma már az sportol, aki egészséges életmódot akar követni. Ez nagyon fontos. Ma már ahhoz, hogy egészséges közösségünk legyen, egészséges fiataljaink legyenek, kivétel nélkül így a labdarúgásban, mint minden más sportágban fontos az, hogy úgy önkormányzati szinten, vagy úgy akár egy család szintjén is áldozzunk időt, áldozzunk anyagiakat azért, hogy a felnövekvő generációk is egészségesek legyen. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke, a Gyergyó területi RMDS elnöke mindkét minőségében további támogatásáról biztosította a labdarúgást. Ebből a minőségemből mi megyei tanács alelnök ezelőtt 7 évvel, pont a napokban, a múlt héten néztük meg, és küldtem el az elnök úrnak. Ezelőtt 7 évvel kerestek meg először, mert az én munkámnak van egy olyan különlegessége, szépsége, hogy legtöbbször akkor keresnek meg, mikor baj van, hogy kellene valami segítség, valami beruházás, valami fejlesztés, és akkor a klubvezetőség azzal keresett meg, hogy az öltözők olyan állapotban vannak, amilyenben, stb. Stb. És örvendek, hogy akkor elbeszélgetve a klub vezetőségével végig tudtunk menni, és egyenként évről évre az elmúlt 7 évben, minden egyes évben sikerült egy támogatást adni a gyergyói focinak. Ha az öltözők felújítása, ha ablak-ajtócserék voltak, ha a fűtésrendszert cseréltük ki, ha a kusolókat
újítottuk fel. Minden évben egy kicsit hozzá tudtunk tenni ahhoz, ami ma megvan. A focit ünneplők sorában Mezei János ELMS társelnök és Szabó Zsolt prefektus is köszöntötte és méltatta a labdarúgást. Végezetül Hajnal Gyula az ASEA Armata keretében jelentős eredményeket elért labdarúgó beszélt a Marosvásárhely tartomány és a Gyergyószentmiklósi foci csapat közötti kapcsolatról az aranykorban. Mi nekünk, Marosvásárhelyi lakosoknak nagy büszkeségünk volt, hogy labdarúgóként Gyergyó városa befogadta talán Marosvásárhely még tehetségesebb fiataljait, akik közül ma is többen élnek Gyergyóban, családot alapítottak, és tovább viszik a marosvásárhelyi tehetséges labdarúgók, és azt hiszem, hogy azok az emberek, akik itt maradtak Gyergyóban, azok nem csak labdarúgóként teljesítettek, hanem emberként is. Hisz ha nem lett volna meg az a nevelésük, az az adottságuk, hogy beilleszkedjenek egy közösségbe, akkor ma nem beszélhetünk arról, hogy többen vannak. Hisz Marosvásárhely és Gyergyó között mindig létezett egy szoros kapcsolat. Az egykori Gyergyószentmiklósi B-osztályban is szereplő csapat öreg fiúja, Nagy Zsolt is felelevenítette az élményeket. Nem volt célnak kitűzve, hogy B-divízióban szerepeljünk, hanem az eredmények jöttek, a pontok gyűltek, és a vezetőség az ősz folyamán úgy döntött, hogy megpályázzuk a B-divízióban való szereplést. Ehhez hozták télen, nem tudjuk, hogy miért cserélték le az edzőnket. Farkas Józsefet került edzőnek, aki nagyon kemény kezű, tudja mindenki. Vele készítettünk egy nagyon kemény téli felkészítőt Marosfőn. Csak arra annyit akarok elmondani, hogy például télen 40 centis hóba, mínusz 10 akárány fokba, homokzsákkal hátulban futtunk az erdőben, a hegyeken, hogy jól legyünk felkészülve fizikálisan. Tehát meg is lett az eredménye, tavasszal, bár a szezonta kezdtük, egyre több pontot gyűjtöttünk, és a végére 7 ponttal megelőztük Árpád Színnel csapatát, 43 pontot szereztek, mi 41-et. Ami utána következett, az utolsó mérkőzést játszottuk itt a Árpád Brassóval, egy 3-0-ás győzelem zárult, Eltház 3000-nél több nézővel, és amikor vége volt a mérkőzésnek, ami utána történt, az nem lehet elmondani, nem lehet levívni, nem lehet elmondani senkinek. Ott kell lenni a pályán, ott kell lenni a nézőtéren, ott kell lenni az öltözőben, úgy edző, játékos, mint néző. Ez utána még a városba körbe mentünk a busszal, tehát egész héten ünneplés folyt. Csodálatos élmény. Mondandóját azzal zárta, sok ígéret volt már a stadion, a lelátók, öltözők korszerűsítésére vonatkozóan. Reméli, az ünnepségen vázoltakat meg is valósítják a vezetők. De nem csak beszédekről szólt az ünnepség, az öreg fiúk ismét felhúzták a stoplist egy mérkőzés erejéig, és a felnőtt labdarúgók is barátságos mérkőzést játszottak. Az utánpótlásról sem feledkeztek meg, a különböző korosztályok az elmúlt hétvégeken játszottak kupameccseket. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Járda épült és új aszfalt került az útra, közösségi térré alakult a detroiti tömbházak környéke. Véget ért a Szárhegyi Művésztelep őszi tábora, kiállítás nyílt pénteken a sok értékes alkotásból. A 100 éves Gyergyószentmiklósi labdarúgást ünnepelték az idei foci ünnepen. Ezek voltak híreink ma, számítunk önökre holnap este is 6:30-kor, viszontlátásra. Műsorunk támogatója a Diego Áruház.